A Mi Hazánk mozgalom idevágó programpontja évek óta tiszta és világos. Kínai akkumulátorgyárak helyett magyar mezőgazdaságot és magyar mezőgazdasági feldolgozóipart szeretnénk megteremteni. Szilárd meggyőződésünk, hogy magas aranykorona értékű termőföldeken, szántóföldi növénykultúráknak vagy zöldséges gyümölcstermesztésnek van helye, nem pedig nyugat-európai vagy éppen ázsiai autógyártó cégek üzemeinek vagy akkumulátorgyáraknak, amelyek akár évtizedekre vagy évszázadokra előre elszennyezik a termőföldet, akár a gyárak területén kívül eső földeket, és ugyanígy tesznek a felszín vagy felszín alatti vízkészletekkel is. A vízkészleteket mennyiségi és minőségi szempontból is lerontják. Ezeket a vízkészleteket öntözésre kellene használni, ezeket a földeket mezőgazdasági termelésbe kellene bevonni. Az erőszakos iparosításnak a múlt rendszerben egyszer már megitta Magyarország a levét, és viseli a mai napig ezeket a hosszú távú hátrányos következményeket. Tanulni kellene a történelemből, hiszen aki nem tanul a történelemből, kénytelen lesz még egyszer átélni azt. És ennek lényen azt látjuk, hogy a magát jobb-közép nemzeti konzervatívnak és kereszténynek hazudó kormánypárt mégis a kínai akkumulátorgyárak fejlesztésében látja a jövőt, holott mindenfajta különleges szaktudás nélkül látszik az, hogy a Magyarország jövőjét az jelenteni, az teremtene magyar munkahelyeket, az teremtene a fizetésemelésekhez, a magasabb bérekhez forrásokat, hogyha a helyben megteremtett mezőgazdasági javakra, termékekre és terményekre alapoznánk, telepítenénk feldolgozóipart. Nyíregyházától Debrecenen át, Iváncsáig és egyébként a nyugati határig bezáruló gyakorlatilag szinte mindenhol nem engednénk a jó minőségű mezőgazdasági termékeket. Itt dolgoznánk fel a zöldséget, a gyümölcsöt, a tejet, a húst és minden egyebet. Ezáltal biztosítanánk Magyarország számára gyakorlatilag az önellátást, biztosítanánk a kis és közepes családi gazdaságok számára, a kis gazdák, a kis gazdaságok számára a megfelelő bevételeket, hogy ne az uniós támogatások lélegeztetőgépétől függjenek, és jó minőségű élelmiszerrel látnánk el a magyar embereket. Ehelyett most az történik, hogy a magyar gazdák verejtékes munkájával megtermelt javak nagy részét kiviszik külföldre, ott ezeket feldolgozzák, a legjobb minőséget eladják Nyugat-Európában, a silány minőségű, sokszor betegségeket előidéző minőségű részét pedig visszahozzák, és itt traktálják fel a magyar embereket. A Mi Hazánk mozgalom ezen az önkárosítós, önpusztító logikán fordítva egyértelműen mezőgazdasági feldolgozóipar támogatná, és jó szokásunkhoz híven nem csak azt mondjuk, hogy mit nem akarunk és helyette mit akarunk, hanem azt is, hogy ezt miből tennénk, hogyha van pénz, akár 300 milliárdos keretösszegben csak a Debrecen környéki akkumulátorgyárak közül egyre, a CATL beruházására, akkor rögtön látszik, hogy politikai akarat, és politikai akaratból következő fontossági sorrend felállításának kérdése az, hogy ezt az összeget a mezőgazdasági feldolgozóipar megteremtésére költsük, és ne a kínai érdekek kiszolgálására. Valószínű, hogy a kínai hitelek ki mondott, vagy ki nem mondott feltétele ez az akkumulátorgyár őrület, ami eluralta a kormányzati politikát. Minden esetre, amennyiben a megfelelő felhatalmazást a Mi Hazánk mozgalomhoz megkapja, ugye egy tolvonással le fogja állítani ezt az önpusztító és önsorsontó őrületet, ami Nyíregyházától Debrecenen át az egész országban egyre több helyen megjelenik. És egyben ezáltal a kampány utolsó három hetére szeretnénk jelezni valamennyi ellenzéki párt és ellenzéki szereplő számára, legyenek ezek régi szereplői a magyar közéletnek, vagy valamilyen új szerzemények, hogy nem elég csak azt megmondani, hogy mi nem tetszik, hogy mi a rossz, hiszen a hibalistákat bármelyik magyar ember hálmából felkeltik is fel tudja sorolni, ebben nincs semmi innováció, ebben nincs semmi újdonság. Abban viszont már van, amiben viszont a Mi Hazánk mozgalom az élenjáró, hogy ahelyett, ami rossz, hogyan teremtenénk valami jót, és az rendben van, hogy mit nem akarunk, de akkor meg kell azt is mondani, hogy mi legyen helyette, hogyan, miből. Erre volt jó példa ez a mai sajtótájékoztató, és ezt próbáltam itt az elmúlt néhány percben ecsetelni, hogy nekünk arra is van ötletünk, hogy egy adott hibás döntés helyett hogyan hoznánk jó döntést, és ezt miből hajtanánk végre.